A vívás az egy lebetonozott kosárpályán volt, nagyon kemény talajon. Az úszoda tényleg olyan mocskos volt, hogy nem láttuk a falat, szóval így kívül kinéztem egy pontot, és tudtam, hogy onnan hány kartempó, és akkor talán odaérek, de volt, hogy nagyon közel mentem a falhoz, vagy majdnem el sem értem a falat. Nekünk lovaglásnál pattant el, úgymond a húr. Addig azért, hát nem is szó nélkül, de azért bírtuk, és rendesen versenyeztünk. De hát lovaglásnál már teljesen mindenki kiakadt, azért ezt nem hagyhattuk annyiban. Ezek nem ugró lovak voltak, nagyon pici lovak voltak. Tényleg nem is tudom, hogy valamelyik látott-e már életében akadályt. Volt egy ló, ráült az egyik, azt hiszem, angol lány, és összeesett alatta, szóval be sem ment melegíteni. Utána mondták, hogy kiveszik a lovas eredményt, csak folytassuk a versenyt, de hát úgy már ez nem ötusa, az ötusa. Úgyhogy így döntöttünk. Sajnos Mexikó szép és jó, de hát nem tudtak most olyan körülményeket biztosítani nekünk. Hát remélem, hogy ezek után most már jobban megnézik, és több ilyen nem fog előfordulni. Megígérték, amit nem tudom, hogy most ebből mi lesz, hogy majd rendeznek egy olyan versenyt, ahol csak most a 36 döntős lány és a 36 döntős fiú ezt leversenzi valahol máshol, jobb körülmények között, de hát nem tudom, hogy ebből mi lesz.